Kérem, először talán a hölgyek. Attól tartok, nem tudom az ön nevét. Catherine Whittaker, London Times. Ez az általános tisztogatás csak az Egyesült Államok kábítószer piacára korlátozódik, vagy valóban tervezik, hogy nemzetközi méretűvé teszik? Teljesen egyértelműen közös fellépést tervezünk. Mr. Crass, Pierre Legrand, Le Monde Paris. Nem tudtunk meg eddig semmit az akció menetrendjéről. Mikorra tervezik az akció kezdetét? Monsieur Legrand, már el is kezdtük. Mr. Crass, Holtham, Washington Post. Az általános tisztogatás csak az utcákra értendő, vagyis a nepperekre és a fogyasztókra. Ezúttal, Mr. Fenton, a gyökereket szaggatjuk ki. Riadó! Riadó! Bemutatja a Vasangyalok című filmet. Nagyszerű volt! Teljes siker! Még egy pohár! Még kapitányra! Köszönöm! Á, most betettük az arany háromszögre! Ezzel kirúgtuk a lábuk alól a kalat! De mennyire? Hey,
Én csömbben csinálok! Jó munka volt, fiú! Jól érzed magad! A lehető legjobb! Mennyit veszítettünk? Körülbelül a termés 60%-át. Leckésztessük meg őket, uraim! Hongkong. Ebből elég. Eleget gyilkoltunk már, hogy a kedvedbe járjunk. Az üzletnek mennie kell. Nem, nem volt elég. Megmutatom nekik, kivel húztak újat. Meg fognak halni mindannyian. Nem akarsz labdázni? Kapd el! Ügyes. Én is megyek! Gyere vissza! Üdvözlöm, őrmester! Tizenhárman haltak meg, uraim. Azt hiszem, itt meg kell állnunk. Fejezzük be ezt a céltalan és haszontalan vérfürdőt. Ahogy az elnök úr is rámutatott, az üzletnek mennie kell. Úgy vélem, már bosszút álltunk. Elpusztították a mákültetvényeinket, és megöltek négyet közülünk. De ezért 13 élettel fizettek. Tovább folytatni ez esztelenség. Én nem hiszem, hogy esztelenség lenne. Éppen ellenkezőleg. És ha továbbra is ellenkezni, akkor majd... Mi itt mindannyian egyenlőek vagyunk. Oh, persze, hogy azok vagyunk. Meggondolatlanul fecsegtél. Ez nagy hiba. Ez jó lecke volt számodra. Tanultál belőle. Levágtad az ujjaimat. Örülhetsz, hogy nem a fejedet. Mit csináltok? Abba hagynátok végre? Folytathatnánk a megbeszélésünket? Hogyne, folytassuk. Vigyétek ki innen. Akinek annyira beteg a szíve, mint önnek, nem szabadna eféle izgalmaknak kitennie magát. Az ilyen ügyeket tisztelt elnök úr, rátermett emberekre kell bíznia. Talán jobb lenne, ha rám hagyná az elintézésüket, hiszen mi nem akarjuk, hogy bármi baja is essék köztünk. Ma már nem jövök vissza. Igenis. Van.
Szóval mikor lesz ennek vége? Mondja, Madame Sziú, meddig akarja még folytatni a mészárlást? Ó, amíg én és a társaim jónak látjuk. Egyébként a végén nagy nyereségre is számítok. Úgy? És hogyan? Majd elmondom. A megfelelő időben. Én a maga helyében türelmesebb lennék, tisztelt elnök úr. A gépezet már beindult. Tizennégy emberünk halt meg. Hidegvérrel meggyilkolták őket. S vajon mi cél volt? Kik állnak e mögött? A választ akarom, nem semmit mondó jelentéseket. Két hete dolgoznak már az ügyön. Minek tanultak annyi ideig, mi? Ez fontos ügy. Rendőrgyilkosok vannak a városban, és én el akarom kapni őket. Megértették? Igen? Mr. Fong van itt az államokból. Ön keresi, uram. Küldje be! Hát itt tartunk. Már az egész világ tudja. Itt vannak az amerikaiak. Eredményeket akarok, de gyorsan. Igen, uram. Menjenek. Igen, igen. Igen. Erre parancsolja. Foglaljon helyet. Köszönöm. A megbízó levelem. Há, ismerem én önt. Maga Bill Fong a kábítószer ellenes csoportról. Még idáig is eljutott a híre. Köszönöm. Nos, Isten hozta nálunk. Miben tudnak segíteni, Mr. Fong? Ez vicces. Én is éppen ezt akartam kérdezni. Miben segíthetnék önöknek, uram? És egészen pontosan mire gondol? Nos, uram, megbízóim pénzt kínálnak önöknek. Az aranyháromszög mágföldjeinek elpusztítása sajnos kellemetlen következményekkel járt. Valamennyi szervezetük egyesült. Az ő embereik gyilkolják a maga rendőreit. Bosszú, ahogy a forrásaim közölték. Nagyon szeretném megismerni a forrásait. Mindez új nekem. Külső segítségre van szüksége. Ezért küldtek engem ide. No, nem azért, hogy mindent magam csináljak. Ugyan dehogy. Megvannak erre a munkára az embereim. Okunk van feltételezni, hogy a szervezet vezetői még Hongkongban vannak. Rendben, és mit vár tőlem? Hogy engedélyezzen valamit. Nos, a csoport, amire gondolok, nagyon híres. Ők a vas angyalok. Ismerem őket. Úgy tűnik, széteső félben van a világa. Ez jó poén volt. De idehozatni a vas angyalokat, erre nincs pénzünk. A pénzügyeket magunkra vállaljuk. Ez már nem ugyanaz a világ rendőrfőnök. Mr. King, köszönet a kiváló munkáért! Élvezet volt számunkra. Hála maguknak sikerült visszaszereznünk a svájci kirendeltségünkről ellopott 1 millió frankot. Soha nem hittem volna, hogy bárkinek is sikerülhet vírust juttatni a főszámítógépünkbe, és hogy így raboljanak ki minket. A folyószámlámra átutaltatta már az összeget? Természetesen, Mr. King, és még egyszer nagyon köszönöm. Nagyon szívesen segítettünk, uram. Minden jót. A rendőrfőnök van a vonalban, John. Kösz. Hello, George. Régen találkoztunk. Miben segíthetek neked? John, szervusz. Örülök, hogy látom, rendőrfőnök. Szeretnélek bemutatni Bill Fongnak, a kábítószer üldözőktől jött. Üdvözlöm. Üdvözlöm. John, a vasangyalok itteni főnöke. Fedőfestéket.
Murphy ügyes. Mona, megvan már az az adat? Van valami postám. És nekem? Itt van. És nekem? Nekem semmi sincs. Hé, Mona, kérem a tungadatokat. Már is adom. Mr. Wong. Lefoglalták már a repülőjegyemet Tajvanba? Még nem. Akkor mire vár, hölgyem? Nem szeretném, ha holnap tajvani úsznom kéne. Halló? Hé, Mona. Már is. Mona vagyok. John. Szia, John. Nagy megbízatás, te is kell lesz. Meddig fog tartani? Még nem tudom. Olyan nagy? Igen, még Japánból is elhívom az első angyalt. Úgy érted, hogy... Japán Shaolin templom. Állj meg! Uram! Uram! Na figyelj! Igen, uram! Üss jobban! Szorítsd a csuklóját a tiéid közé, aztán ide a jobb kezed, fölé a balt. Jobb kéz alul, fogd meg és csavard! Folytathatod, ha akarod. Megértetted? Igen, azt hiszem. Jó, gyakoroljátok. Jól van, befejeztük! Álljatok körbe! Toshi, te kész vagy? Jól vagy? Igen, uram. Jól vagyok. Jól van. Sok szerencsét, uram! Most rajtatok a sor. Minden rendben legyen. Számíthat ránk, uram! Igen, uram! Hongkong nemzetközi repülőtér. Ő az. John! Oh. Hadd mutassalak be egymásnak. Mona, ő Helen. Szia. Hello. Helen, hol vannak a csomagjaid? Köszi, édes. Ez nagyon kedves volt tőled. Köszönjük. Te aztán egy csöppet sem változtál, de nem túl fiatal hozzá. Kisasszony! Hé, kisasszony! Neked szólnak, Helen? Úgy sajnálom, de mennem kell. De azt mondta... Majd én viszem. Kösz. Mert olyan kedves voltál. Tessék. És most hová? Találkozunk van az első angyal, a gyerek. Thank you.
Tenji Kanda. Már régen láttalak első angyal. Igen, régen. Örülök, hogy itt vagy, Kenji. Köszönöm, John. Szeretném bemutatni Helent. Íme ő, Kenji. Szia. Hello. Ha ezt nevezem férfinak. Hicsi! Hogy? Valami új ügy? Igen, nagyon kemény. Szükségem lesz a segítségedre. Megkapod, Kenji. Ezúttal egyenesen az oroszlán barlangjába megyünk. De jó énekel. Én mondtam. Igazad. Iszunk? Egészségünkre. Egészségünkre. Te is énekelsz? Nem. Nagyon jó. Nagyszerű volt, Hele. Köszönöm. De mire jó ez az egész? Már egy hete itt vagyok, és semmi sem történt. Vágyom egy kis mozgalmasságra. Csak ne panaszkodj. Lehet, hogy ma este szerencsé lesz. Jaj, Joe. Történik valami. Bill! John. Foglalj helyet. Köszönöm. Hozhatok valami italt, uram? Igen, kérek egy gin tonikot. Igen, uram. Van már valami fejlemény? Hé, ki ez a fiú? Helen, kapaszkodj meg! Ez a fiú szerezte meg az összes pénzt. Ó, oh, ez a fiú! Arra felé van az asztala, uram. Szóval te vagy az a srác, aki az államokból jött, ugye? Figyelj! A barátai már megérkeztek, Mr. Chan. Erre parancsolja, Mr. Chan. Aha, szóval maga az amerikai emberünk. Ki nem mondja? Tekintse csak pénzembernek. Bemutatom Mr. Quackot a vegyiművektől. Mr. Chan. Mr. Chan, nagyon örülök, hogy megismered. Részemről a szerencső. Foglalj a helyet. Köszönöm, ti kimbárjatok. Mr. Chan elolvasta az ön ajánlatát. Akkor hadd mutassalak be az angyalaimnak, Bill. Ő Mona, Kenji és Helen. Hello. Hello. Ezt a fiút nem. Igyunk a pénzemberünkre. Ti kimaradtok? Erre, Mr. Quack. Mi történt? Aha.
Mondd, mennyit kapsz ezért? Bármennyit is. Az nem elég. Egyezzünk meg. A főnöködet akarom, nem téged. Nézd csak ki az ablakon. Nem arra. Fordulj csak bal felé. Ez az. Gyere le, beszélgessünk. Chan Lo és Madame Siu. Ők a főnökök. Ők az igazgatói a Dai Nippo társaságnak. Most, hogy már tudjuk, kik ők, talán kezdhetnénk velük valamit. Minden tudni akarok erről a társaságról. Igen, uram. Azok az órák a tiéitek. Vegyetek egyet. Nagy teljesítményű adóvevők, 300 mérföld a hatósugaruk. Legyen a tiéd a csinosabb. Ha a kapcsolatot akarunk teremteni veletek, a számlapon villódzó fények jelennek meg. Ha segítségre van szükségetek, nyomjátok meg azt a gombot. Pontosan fogjuk tudni, hol vagytok. Legyetek nagyon óvatosak. Nyitva legyen a szemem. Minden rendben lesz.
Tiszta a levegő. Tudjátok, mi a dolgotok. Kezdjétek! Gyártási szerződés játéklubokra. Nézd, mekkora súlyt írtak rá. 200 tonna. Kis és sok. Másrészt meg az ilyesmit az irattárba teszik, ugye? Nem pedig a széfbe. Igazad van. Valaki betört éjszaka az igazgatóság irodába. Akkor téged minek tartunk? Én csak jelentettem az eseményt önnek. Nem is voltam szolgálatban, nem az én hibám. Nem szeretem a rossz híreket. Ne üssön meg újra. Nos, találd meg, ki volt az. Megértettük egymást? Igen. Fantasztikus. Igen, nagy szerencsére. Ez nem szerencse. Hé, azok kik? Hát honnan tudtad nem? Erre nézd meg. Nézzük meg. Hé, ébredjetek már fel. Miért nem mentek inkább egy hotelba? Igen. Van is itt egy a voló végén szegény fiú. Hogy meg van zavarodva? Legalább jó volt. Teljes kis darab, mi? Igen, teljes. Nagyon csinos. Még egy fél óráig fog tartani. Láttad, hogy bámult ez a srác. Mi? Hé, mit keres ott az a kocsi? Látnod kellett volna az arcát. Meg tudott volna ölni tényleg. Jó, rendben. Na, foglalkozzatok inkább azokkal a teherautókkal, hogy minél előbb végezzünk. Gyerünk. Persze, oké. Okay. Thank you.
Mit gondolsz? Hát, ha Burmából jött. Vagy drog, vagy fegyver lehet. Szerintem inkább kábítószer. Mit akarsz csinálni? Megnézted a hatalmas hordókat? Csak így sikerülhet megtudnunk. Tőled azt kérem, hogy kövess a kocsival. Uh-huh. Jól van, gyerünk! Hé, meg akarod nézni a műsort este? Hé, Sherman, hogy állunk? Mindjárt kész. Ellenőrzöm az utolsó teret. Oké, rendben van. Szólj nekik, hogy készen vagyunk. Igen? Madame Su, az angyalok megszerezték a kábítószert. Az angyalok. Na, hogy ment? Minden rendben volt? Nagy lövöldözés, meg minden? Hé! Hey! Hogy? Mekkora értékre satszolod, John? Úgy 3 millióra. Elvágtuk a tájföldi utánpótlási vonalat. Biztos vannak raktárai Burmában. Akkor most gazdagok vagyunk. Halló? Természetesen. Neked szól, John. Igen. Nem lát az egyesen. Nem ismertem fel a hangját. Halló. John vagyok. Hogy kivel? Csak nem. Madame Sue. Szóval már megtaláltak minket. Nagyon jó. Igen, nagyon szívesen. 2 kor. Rendben van. Igen, egyedül leszek. Viszlát. Biztos egyezkedni akar. Kitty, légy szíves, hozz be egy helyi térképet. Igen, uram. Helen. Na lássuk, mit csináljunk. Thank you.
telefon, uram. Ó, köszönöm. Halló. Mr. King, ön nagyon pontos. Köszönöm, milyen kedves, hogy ezt mondja. Már nyilván rájött, hogy van valami önnél, ami az enyém. Én azt hittem, hogy a szervezetüké. Ó, a szervezettel beszél. Mennyit akar érte? Igazából nem is pénzt szeretnék. Szeretné tudni, hogy mit akarok, ugye? Persze. Engedje el az összes fogját, és vessen véget az öldöklésnek. Ezek a feltételek nevetségesek. Én nem úgy gondolom. Azt hiszem, nem tudja, kivel beszél, Mr. King. Senkitől nem ijedek meg. Inkább tőlem kéne megijedni az olyan bolondoknak, mint maga. Hé, hey, nézd ki van ott. Úgy látszik, képtelen elszakadni tőlem. Hé, hey, Mackie. Igen? Menj hátra. Jó. Hé, hey Archie! Dobd ide az öngyújtódat! Figyelj, megy! Köszi! Menj fel oda! Hivat, kártyázni akar. Aki seggfej, az az is marad.
Tedd a tarkódra a kezedet. Hé, mi volt ez? Szabadságolás volt Tündérország. Hogy hiányoztál az életemből. Hello. Remélem lesztek olyan kedves fiúk, hogy megmutatjátok nekem ezen a vacak régi kis térképen, hogy hova a csodába tévedtem. Ne fordítsd ezt a dolgot. Kedves vagy. Szóval itt voltam. Nem, inkább... Csíny! Mi történt? Semmi, elcsúsztam. Figyelj a főkapura. Mi ez a fekete vonal? Az a fő út. Aha. Én ellenőrzem a hátsó kaput. Na, majd de az csak egy terelő út. Aha. Tudom, de az sokkal könnyebb következik. Na, ne lőjön hozzá, csúnya dolog világnyórniába turkálni. Ó, az csak Csíny! Meghaltok. Gyerünk a többihez. Ez a legjobb. Na hát, menjen vissza egy mérföldet, és hagyjon rá az, erre az útra. Jól van, látja? Ó, azt hiszem, most már mindent érzel. Nagyon kérdések. Nagyon köszönöm. Viszlát, minden jó. Azon magára. Kifelé! Bízzátok csak rám! Engedjétek a lányt. A fiúnak nagyobb a bátorsága, mint a józan esze. De mit keresett ott? A világon semmi oka nem volt rá. Dehogy nem volt. Én javasoltam, hogy menjen el, és legyen nála az egyik adónk. Így aztán, ha elkapják, tudni fogjuk, hol van Madame Sue. Mivel a hölgynek nagyon is tetszik ez a fiú. De szörnyű. Tyúkeső. Helen, hogy tehetted ezt vele? Tiszta hülye vagy. Ha meghalt, te vagy érte a felelős. Embertelen vagy. Szívtelen vagy és kemény. Igen, az vagy. Akkor most mit csináljunk? Hm?
Ne beszélj már ilyesmit! Siess már! Helen, megsebesültél? Biztos? Nem kellett volna belerángatni ebbe. Mit törődsz vele? Tyúkeszi vagyok, nem emlékszel? Kösz, egyel tartozom. Felejtsd el, szíveség volt. Oké, keressük meg Billt. Valahol itt kell lennie. Jól vagy? Igen, jó. Tudtam, hogy visszajössz és kiszabadítasz. Na, gyere! Keep on that, Brigitte!
hogy összetörjem magam. Nézd meg, milyen magas vagy. Ugorj már, mozog! Most sem tudom elhinni, hogy olyan magasról leugrottam. A torkomban dobogott a szívem. Hé, hey, mit csinálsz? Az csíp! Te fertőtleníteni kell! Hagyjál már! Hé, hey, megcsináltuk! Leszámoltunk a bandával. Legalábbis remélem. Szerintem mehetünk nyaralni. Megfeledkeztél Madame Sue-ról. Bizony, míg Madame Sue harcol, addig messze vagyunk a befejezéstől. És Bill is elég nehezen tudná meggyőzni a főnökeit, hogy befejeztük az ügyet. Igazam van? Ha a vasangyalok úgy gondolják, hogy befejeztük, akkor rendezzük a tiszteletdíjat. Tudod, nem csak a pénzről van szó, hanem a tisztességről is. Majd én szólok, hogy mikor van vége a munkának. Ahogy jónak látod. Eddig még mindig megértettük egymást. Szia! Ki kell mennem pisilni? Shhh. Nem kell ilyen hangosan mondani. A nevelőnőd majd kivisz. Na, mi történt? Majd jobban lesznek. Na, beszélgessünk. Ugyan miről? Majd meglátja. Valaki beszélni akar magával. Tessék, vegye át. Halló? Papa, ez a kedves fiatal hölgy azt mondta, hogy menjek el hozzájátszani. Megengeded, hogy elmenjek vele? Igen, megengedem, kicsim. Köszönöm, papa. Na jó, menjünk. És a kislányom? Nem esik bántódása. Jó kezekben van. Menjen a kocsijához. A parkolóban találkozunk. Segítsen föl! Nincs letartóztatva. Nem vagyunk zsaruk. A maga érdekében vagyok itt, Chan. Nem akarok ártani magának. Azt akarom, hogy vessen véget az öldöklésnek. Én is szeretnék véget vetni ennek. Eddig csak gondot okozott nekem. Az egész Madame Sue ötlete volt? Igen, és nem is hagyja abba. A bosszú állás a rögeszméje. Oké, kösz a beszélgetést. Várjon csak, maga is az angyalok közé tartozik. Adok ingyen egy információt. Sue tervez valamit. Nem tudom, mi a terve, de valami példátlanul nagyszabású lehet. Oh. Nem vagyok beavatva. Csak annyit tudok, hogy 4 szám a kulcs. Nem tudom, mik ezek a számok. És azt sem, hogy mit jelentenek. Köszönöm. Ó, a kislánya már otthon van, magánál. Jó éjszakát. Négy szám a kulcs. Hogy fogunk rájönni, melyek azok?
Miért nem találja ki a mi kis csodagyerekünk? Helen! Most mi van? Na jó, sajnálom. Elfelejtett Helen, hogy ő fizet bennünket. Hát dehogy felejtem el. Ugyan, az életemet kockáztatom ezért a tehetetlen hülyét, és végül milyen állapotban találok rá, egy karcolás sincs rajta, tessék! A többi fogoly haldoklott vagy halott volt. Vajon ő miért úszta meg? Talán meg kéne őt kérdezni erről. Tudod te, hogy mit beszélsz? Azzal vádolod őt, hogy Madame Sue ügynöke. Meg fogom tudni, mit jelentenek azok a számok. Akkor talán elhiszitek, hogy veletek vagyok. Rajta csoda gyerek, csak csinált. Madame Sue-t keresem. Úgy hallottuk, Madame Sue-t keresed. Mi majd elviszünk hozzá. Ez volt az, a kíváncsi uraság. Ezt találtuk nála. Ti elmehettek. Köszönöm. Ó, hát maga ennyire ragaszkodó. Igen. Örülök, hogy újra látom. Ugyan, jöjjön már, és üljön le ide. Jöjjön csak. Nem fogom bántani. Esetleg csatlakozni kíván a szervezetünkhöz? Vagy talán más oka van annak, hogy ide jött? Ugyan micsoda? Megmondom, hogy miért jöttem ide. A kulcs. Négy szám. Négy szám. Milyen különös, milyen egyenes. Maguk amerikaiak nagyon finoman tudnak közeledni. Tényleg azt hiszi, hogy meg fogom mondani? Igen, azt hiszem megmondja. Ebben csak egyetlen golyó van. De az is elég. Valami nagyszabású út tervez, és azért jöttem, hogy megtudjam, mi az. Maga nem normális, ha azt hiszi, hogy meg fogom mondani. Mikor elpusztították a mákültetvényünket, kinéztem néhány más területet. És örömmel közölhetem, hogy megtaláltam a megoldást. Maga meg akar ölni engem, ugye? Hát rajta, mi az akadálya? Gyerünk, húzza meg a ravaszt. Én ugyancsak egy szegény védtelen lány vagyok, de ez ne feszélyezze magát. Akarja, hogy közelebb jöjjek magához? Hogy könnyebben eltaláljam? És most, mit szólsz ehhez, Jenki baj? Gyerünk, öljön meg! Hát persze, nagyon lassan fogsz meghalni, és én élvezni fogom. Most hol lehet? Hol? Kérdezd meg tőle. Kenji, megnézem, van-e valami új a számítógépben?
Ez kellemes, ugye? Utolsó kívánságot teljesítéseként elárulom, mi az a négy szám. Hát nem kedves tőle. Kezdhetem? 1, 9, 8, 7. Ez Bill, üzenetet küldött. Négy szám a kulcs. A következők. 1, 9, 8, 7. 1, 9, 8, 7. Csak tudnám, mit jelent. Mi van még? Nem írja, hogy jól van-e? Nem vagyok egy tehetetlen hülye. Sajnálom, hogy többé nem találkozunk. Sok szerencsét. Hát ezek azok. 1987. Bill, megtetted, ami tőled telt. Most rajtunk a sor. Két brandy. Légy velük óvatos, szintézek, barát. Jól van. Hú, de aranyos ez az ajándék, amit a születésnapodra kaptál George-tól. Egy arany nyuszi. Hogy jutott ilyesmi az eszébe? Úgy, hogy én a nyúl évében születtem, nyilván erről jutott eszébe. Hát te igazán szerencsés lány vagy. Az ám. 1987. Az volt az az év. Persze, hogy az. Úgy van. Aha. Már is oda megyek. Találtál valamit? Holnap fognak kihajózni, és ma van egy nagy aranyrakomány. Aranyrudak? Úgy van. 2 órakor. 30 milliót ér. Gondolja, hogy ez az? Mindezt mondd el Johnnak is. Rendőrfőnöktől van megbízása. Rendben, mi baj van? Azonnal hívja fel telefonon. Halló, ellenőrzés! Mi útra készek vagyunk. Várjon, készen vannak, uram. Vehet. Igen, uram. Oké, egyes páncélos, elindulhat. Gyerünk! Várjon! Oké. A nyuszi kijött a ketrezből. Minden rendben. Minden rendben van, uram. Egyes páncélkocsi, jelentkez.
Egyes páncélkocsi, minden rendben van. A nyuszi a telepre jött. Most jövünk ki az alagútból. Minden rendben van? Igen, uram. Nuszi elhagyta a teremet. Készüljön a róka. Vettem. Tervszerűen halad. Itt az egyes páncélkocsi. Minden rendben van? Tökéletesen. Ez a gépkocsi vezető, uram. Kérdezze meg, hol van? Hol tartózkodik most? A 7. mennyországban. Jó ment? Fantasztikusan! Fantasztikusan! Kapcsolat az első angyallal. Nem kapok levegőt! Ki akarok menni! Segítség! Mi történt? Kenji jelzése. Elvesztettük. Most mi lesz? Az utolsó hely, ahonnan még fogtuk a jelzést, a hídépítkezés a repülőtér közelében. Pontosabban meghatározva az építkezés területe. Legalábbis a számítógép szerint. Hát, ha segítségre van szüksége. Adunk neki egy teljes órát. Aztán akcióba lépünk. Én képtelen vagyok tétlenül itt ülni az irodában. Találjanak már ki valamit. Nézd meg, annak a játékgyárnak van-e aranyolvasztója? Igen. Engedjenek ki! Ah!
Mutassák át ezt a területet a legalaposabban. Igen, uram. Hé, itt len! Itt vagyok! Itt a százados jelentkezik. Semmi a világon, uram. Jól van. Folytassuk még a kutatást? Vigye vissza őket. Ennyi volt, fiúk! Egyenruhát viselnem. Mondtam már, hogy a gombok miatt, és különben is jól áll neked. Madame Sue, Chang készen áll az indulásra. Amíg ezeket átvizsgálják, addig a valódi szajnéval meglépünk. Asszonyom? Most már indulhat. Igen, asszonyom. Madame Sue, gondolja, hogy megbízhatunk benne. De mennyire? Szereti a kislányát. Megint megvan a jelzése, még mindig ugyanott van. Jó, tájékoztasd a felügyelőt. Igen, uram. Igazán csodálom a kitartását. Légmentesen el volt zárva a világtól, mégis van fölösleges energiája, csodálatos. Úgy tudtam, magát nem vették be ebbe az üzletbe. Így alakult. Nem gyenge most egy kicsit? Adja itt az aranyat, akkor elmehet. Tényleg azt hiszi, hogy meg tud állítani? Igen! Ebből elég, de hogy világosan lásson, ha nem viszem el neki az aranyat, megöli a kislányomat. Chan még nem jött vissza. Lehet, hogy valami rosszul alakult. Te, nézz utána! Azonnal! Sarok! Mindenki álljon meg! Kenji, jól vagy? Igen, jól. Hála annak a fickónak. Remélem a kislányával nincsen semmi baj.
Mennem kell. Kösz mindent. Kenji, megszakadt a kapcsolat a lányokkal. A Dynipóhoz mentek. Miért ne venném meg? Jó vétel. Az első évben 2,5%-ot jövett. Ez jó hangzik, Joe. Na viszlát. Szia. Tényleg? Isten bizony. Na ne hülyeskedj velem. Becs szó, tényleg megcsináltam. Sürgessétek őket. Igen, asszonyom. A gyerünk nem tarthat ez egy egész napig. Ezek tényleg nehezek. Igen. Jól van, fiúk. Csináljuk. Figyelj már! Játéknyulak. Használd a gombjaidat! De csináld már is! Ott van a gyerünk! Na, most már tudod, mire volt jó ez a ruha? Vajon hol van Madame Sue? Nem hittem volna, hogy a blúzgombjaid is kellenének. Ó, hogy gyűlöllek benneteket. De most meghaltok. Megöllek mindkettőtök. Biztos benne? Próbálja csak meg. Örömest. Thank you.
Nagyon megsérültél. Most már jól vagyok. Mona, hol van Helen? Na, a végére ti is ide értetek. Mindent utál itt, az orvosokat, az ételeket. Mi történt itt? Majd csak felépülnek, Kenji. Nem akartam én bántani őket, csak ezek nem akartak semmi ehető kaját adni nekem. Így kénytelen voltam elkábítani őket, hogy kimehessek ételt venni magamnak. És veletek mi újság van, gyerekek? Ha az arcotokra van írva, megkérted már a kezét? Közveszélyes egy nő. De jöhetek? Dával határos, gratulálok. Köszi. De mit érünk vele? Egy árvagarast sem tudunk nyerni ebből az ügyből. Nagyon téved, Helen. Egy jelentős összeget utaltak át a folyószámlájukra. Ki utalta át? Fong, ki más? Úgy érted, hogy Bill... Nagyon is életben van. Azóta, hogy... Mondd már, hol van? A szomszédban. Engedjetek ki azonnal, látni akarom.